készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Itt fognak sűrített gázt tankolni a buszokba. A Tiszavasvári úton az Arany János Kollégium és a Bencs László szakiskola melletti területen épül fel az új sűrített gázzal működő buszok töltőállomása. Ezt mutatja a projektvezető. Dr. Podlovics Roland elmondta, a korábban elhanyagolt használaton kívüli laktanya területet rendbetették, és már folyik a töltőállomás kivitelezése. Az új üzemanyagkútra azért van szükség, mert az önkormányzat az integrált közlekedésfejlesztési operatív program segítségével 41 darab sűrített földgázzal üzemelő úgynevezett CNG buszt nyert el, de ezekhez egyelőre nem volt a városnak megfelelő töltőállomása. Arról is döntés született, hogy a helyi járatok telephelye a Korányi útról ide a Tiszavasvári útra költözik, a telephely kialakításához pedig újabb forrásokat nyert a város. Ez az első üteme tulajdonképpen az ICO beruházásnak a eszköz, tehát buszbeszerzések mellett, viszont az eredetileg 5 milliárd forint főösszegű támogatási szerződés módosítására került sor idén nyár elején, melynek eredményeként plusz 2 milliárd forintot kapott még a város azért, hogy itt egy telephelyet létesítsen a buszok számára. Ez azt jelenti, hogy mozaikszerűen összeépítve 2019 év végére a helyi közlekedést kiszolgáló buszoknak a szervizelése, tárolása, tehát kompletten az egész telephely kiköltözik ide a Tiszavasvári útra. Podlovics Roland hozzáfűzte, az új üzemanyagtöltő állomás 2018 év elejére készülhet el. Ekkor a régi elavult buszok egy részét leselejtezik, csak az alacsony padlós Solarisok közlekednek majd a város útjain. Ezek is csak a reggel és a délutáni csúcsidőben, amikor a legtöbben veszik igénybe a tömegközlekedést. Napközben pedig a tervek szerint csak az új környezetkímélők róják majd a város útjait. Januártól 41 új buszból 5 darab csuklós és 36 szóló állhat majd szolgálatba. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.